Hidrogénhajtású hajómotor, autó, kerékpár az E78-as udvarán. Csoportok érkeznek megcsodálni és tanulni az új kor hírnökei felől. Az élményműhelyben óriás molekulákat építenek a gyerekek, észbontó összerakókkal mérik meg ügyességüket, de a matek, művészet és a tudomány fenntarthatóságáról is hallhatnak. Az erdőgazdálkodás digitális eszköztáráról pedig Simó Márton tartott interaktív előadást a nagyobb diákoknak és felnőtteknek. Próbáljuk összefoglalni, hogy mi mindennel foglalkozunk, kezdve itt a digitális rendszerünktől nyilvántartási, tervezési rendszerek bemutatása, illetve maga a térinformatika, illetve a távérzékelés az, ami egy ilyen nagy témakör ebbe az előadásba. Ugye műholdképelemzés, drónos felmérésekkel is foglalkozunk, mint erdőgazdálkodó. Ugye nagy területen gazdálkodunk, 55 ezer hektár, és azért ennek az egészségügyi nyomon követése az ilyen légi műholdas eszközökkel, idősorelemzésekkel nagyon jól vizsgálható. Az adatgyűjtések során a drónos felmérés terepi jelenlétet igényel, de vannak ingyenesen elérhető műhold felvételek. Ezeknek az adatfeldolgozása már irodai munka, tette hozzá az erdőmérnök. Például megnézzünk egy folyamatot, hogy kint az erdész kollégák észlelnek valami problémát, egészségügyi jellegűt az erdőn, akkor annak a térbeli kiterjedésének a vizsgálatára használunk drónokat, illetve ugye annak van egy kerete, hogy pár száz hektárt le lehet vele repülni, de 55 ezer hektárra akkor kivetítve használjuk a műhold felvételeket. Ezeket elemezzük, majd utána a terepen visszaellenőrzésre kerülnek az adatok, és akkor már tudjuk, hogy mi okozza a problémát, mekkora területen és mekkora a kár mennyisége. Simó Márton hozzátette, emellett fontos a különböző monitoring rendszerek kialakítása, mint például az időjárás és talajvíz változásának megfigyelése, valamint a klímamodellek alkalmazása. A fesztivál igazgató Záruk Péter Farkas elmondta, 2010 óta indult útjára a rendezvénysorozat, amelynek Budapest és vidék egyaránt helyszíne. Most a Learning City és a Pécsi napokhoz kapcsolódott a rendezvény. Több mint 2000 diák regisztrált, és hát ez a lényege, hogy ne csak Budapest központtal, hanem a nagy egyetemi tanulóvárosok, azok mind kapcsolódjanak be ebbe a mozgalomba, és élmény alapú tudást hozzanak el a fiataloknak. A vidéki rendezvények során kooperálnak az egyetemekkel. A teljes iskolai korosztályt is megszólítják. Általában partnerként nem csak az egyetemek, hanem a szakképzési centrumok is ott vannak, és hát nem titkolt cél az, hogy pályaorientáció is legyen ez a rendezvény, beiskolázási rendezvény is legyen, és valamilyen impulzust kapjanak. Ma, amikor a TikTok világában már 3-4 másodperc után is görgetünk tovább, és tudjuk, hogy érdekel valami, vagy nem érdekel, még akkor is, hogyha hibázunk, akkor erre kell törekedni, hogy az ilyen rendezvények, és ezeket úgymond ilyen street science rendezvényeknek nevezik, élmény alapú rendezvényeknek nevezik, akkor impulzust kapjon a fiatal, hogy valami vésődjön be viszonylag rövid idő alatt számára, hogy mi érdekelte, és az majd később valamikor esetleg a pályája során előjön. A rendezvény rendhagyó módon játékos és látványos formában mutatja be a 21. század technológiai fejlesztéseit és informatikai eszközeit, beleértve az oktatásban használható robotika és virtuális valóság elemeket is. Az ingyenes 13. Tudományfesztivál hazánk legnagyobb street science rendezvénye.